Szia, privét! Sziasztok! Ma arról fogunk beszélni, hogyha találkozunk valakivel, hogyan érdeklődhetünk a felül. Hogy van, hogy érzi magát, hogy mennek a dolgai, illetve arról, hogyha először találkozunk valakivel, hogyan tudhatjuk meg, honnan is származik ő. Az első néhány hasznos kérdés arra, hogyan tudhatjuk meg, miképp is van az, akivel találkozunk. Какие новости? Что нового? Ez a két kérdés ugyanazt jelenti, vagyis, hogy mi újság. Как твои дела? Как у тебя дела? Vagyis, hogy vagy? Ez egy tegező formájú kérdés, ugyanis látjuk, hogy a személyes névmás ragozott alakja, a ti személyes névmás ragozott alakja, a твои szerepel a kérdésben. Ezt a kérdést az adott névmással föltehetjük magázó formában is, vagy több egy számban is. Как ваши дела? Как у вас дела? Vagyis, hogy vagytok, hogy vannak önök, illetve hogy van ön? Как живёшь? Или как поживаешь? Vagyis, hogy mennek a dolgaid? Szintén egy tegező formájú kérdés, aminek van egy több egy számú alakja, illetve amit használhatunk magázó formában is. Ez a как живёте, или как поживаете. Nézzük át újra a kérdéseket. Какие новости? Что нового? Vagyis, mi újság? Как твои дела? Как у тебя дела? Vagyis, hogy vagy? Több egy számban vagy magázó formában pedig как ваши дела? Как у вас дела? Vagyis, hogy vagytok ti, hogy van ön, hogy vannak önök? Как живёшь? Как поживаешь? Hogy mennek a dolgaid? Как живёте? Как поживаете? Pedig, hogy mennek az önök dolgai, hogy mennek az ön dolgai, illetve hogy mennek a ti dolgaitok. Hogyan válaszolhatunk ezekre a kérdésekre? Tehát, какие новости? Mi újság? Válaszolhatjuk, ничего нового. Vagyis, nincs semmi újdonság. Ничего интересного. Vagyis, semmi érdekes. Все по-старому. Vagyis, minden a régiben. Все в порядке. Minden rendben, или всё хорошо, minden jól van. Azt kell tudnotok, hogyha fölteszik ezt a kérdést nektek, какие новости, что нового, akkor általában a magyarokkal ellentétben az oroszok nem fognak elkezdeni panaszkodni nektek arról, hogy éppen miük fáj, mi problémájuk van. Általában, hogyha úgy adódik, és olyan viszonyban vannak egymással, egy neutrális választ adnak, erre jó például a ничего нового, vagy a ничего интересного, de használhatjátok akár a всё по-старому is, hogyha viszont úgy gondolják, hogy megosztják veletek, igenis kellemesen érzik magukat, és jól mennek a dolgaik, akkor a всё в порядке, или всё хорошо lehet válasz erre a kérdésre. Ha egy olyan emberrel találkoztok, aki közeli barát vagy rokon, akkor erre a kérdésre, как поживаешь, vagyis, hogy mennek a dolgaid, válaszolhatunk a következő szavakkal is. Ezek már egy kicsit több érzelmet fognak kifejezni, több információval fogják ellátni a kérdezőt arról, hogy mégis hogy vagyunk mi. То есть, как поживаешь? Hogy mennek a dolgaid? Спасибо, köszönöm. Прекрасно. Vagyis, прекрасно, kitűnően, nagyon jól. Как поживаешь? Хорошо. Jól. Хорошо jelentése jól. Или нормально. Vagy átlagosan. Ничего. Vagyis semmi extra. Плохо. Rosszul. Ужасно. Pedig egyszerűen szörnyen. Jó? Tehát прекрасно jelentése kitűnően.
Хорошо. Jól. Нормально. Olyan átlagosan. Ничего. Semmi extra. Плохо. Rosszul. Ужасно. Pedig szörnyen. Ezekre a párbeszéd panelekre, illetve ezekre a kifejezésekre javaslom, hogy látogassátok meg a Puskin Intézetnek a honlapját. Itt láthatjátok a logóját, illetve az elérhetőségét, a honlap címét. Ugyanis ennek az intézménynek a honlapján rengeteg olyan videóval, kiegészítő tananyaggal fogtok találkozni, amit olyan orosz tanárok és professzorok dolgoztak ki, illetve mondanak fel, amit kimondottan azok számára ajánlanak, akik kezdő szintről kezdik az oroszt tanulni, mint idegen nyelvet. Ami még érdekes információ ezzel kapcsolatban, hogy sok videó alatt fogtok találni magyar feliratot, ugyanis vannak olyan magyar professzorok, akik együtt dolgoznak ezzel az intézménnyel, és így egy hasznos és jól implementálható tananyagot tudnak összeállítani. Откуда ты? Hogyha először találkozunk valakivel, akkor nem biztos, hogy tudjuk, honnan származik, hogy ezt az információt megtudhassuk, föltehetjük neki a kérdést. Откуда ты? Vagyis honnan való vagy? Itt a képen egy földgolyót láttok, ezt oroszul úgy hívjuk globus, или земля. A következő képen pár országot soroltam föl, ország strana, és azok fővárosait stalica, főváros stalica. Ezek pedig a következőek. Ausztrália, Germania, India, Belarusia, Grécia, Hispánia, Brazília, Francia, Itália, Velika-Británia, Russia, Portugália. Hogyha jól megnézitek ezeket az országneveket, akkor láthatjátok, hogy a vége mindegyiknek ilyá. Ez nagyon gyakori az országnevek esetében, ezért első körben azt fogjuk megnézni, hogy ezeket hogyan ragozzuk. Откуда ты? Vagyis, honnan való vagy? Hogyha egy egész mondatban szeretnénk válaszolni, akkor értelemszerűen a mondatot egy személyes névmással kezdjük, bárkit betehetünk, látjátok, felsoroltam a személyes névmásokat. A személyes névmás után teszünk egy íz előjáró szót, ami pedig vonza magával a birtokos esetet. A birtokos esetben magában nem fogok most bővebben belemenni, a példákat fogom megmutatni, hogy hogyan tudjátok használni az országok esetében, szerintem ez elsőre pont elég lesz. Tehát, hogyha egy ilyen végződésű országról beszélünk, Russia, akkor ez birtokos esetben az íz előjárót, hogyha előtesszük, íz Russia lesz. Tehát az ie végződésből i végződés lesz. Ugyanígy fog működni a többi ország esetében. Francia, Francii. Vengria, Vengrii. Germania, Germanii. Az előző listában nem volt benne a harmadik ország, Vengria, Magyarország. Tehát, hogyha ragozunk, akkor ebben az esetben a magyarok nem lesznek kivételek, ugyanúgy ragozzuk őket, mint minden más ijára végződő országot. Nézzük meg mondatban is őket. Én Oroszországból jöttem. Я из России. Te Franciaországból jöttél. Ты из Франции. Ő Magyarországról jött. Он из Vengrii. És mi Németországból jöttünk, mi is Germanii. Mi a helyzet akkor, hogyha
mégsem ilyára végződik egy ország, nem kell kétségbe esni, mutatok pár példát, és ezzel már el tudtok indulni egy jó úton. Na primér, Kitaj. Például Kína. Kitaj. Látjátok, mással hangzóra végződik, i kratkaja. Egy példamondatot hoztam. Privjet, minja zavut Lin. Ja is Kitaja. Jó, tehát birtokos esetben egy hímnemű főnév A-végződést fog kapni. Itt a Kitaj, ugye, i kratkajára végződik, ebben az esetben a j-t lecseréljük, és ját fogunk tenni a helyére. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy valaki Kínából van, akkor is Kitája. Kudati, honnan való vagy? Strana, az országunk Ukrajina, vagyis Ukrajna. Nézzük a példamondatunkat. Privjet, minja zavut Andrej, ja is ukraini. Tehát, sziasztok, engem Andrejnek hívnak, és én Ukrajnából származom. Nézzük meg. Ez az ország, Ukrajina, nőnemű, ára végződik. Mi az, amit viszont figyelembe kell vennünk? Az, hogy az A végződés előtti mással hangzónk, az N, az egy lágy mással hangzó, így a vége jerűre fog végződni, hogyha azt mondom birtokos esetben, hogy is ukrajini. Откуда ты? Страна Польша. Vagyis az országunk Lengyelország. Látjátok, ez is egy nőnemű ország lesz, ára végződik. Itt viszont arra kell figyelnünk, hogy az A előtti mással hangzó, az egy kemény mással hangzó. Ebben az esetben, hogyha a birtokos ragozást nézzük, akkor polsi, úgy fogjuk írni, hogy az A helyére egy I-t teszünk. Jó? Tehát lágy mással hangzó után jerű kerül, kemény mással hangzó után pedig I kerül. A példamondatunk pedig így. Privjet, minja zavut Lena. Ja is polsi. Vagyis, sziasztok, én Léna vagyok, és Lengyelországból jöttem. Откуда ты? Ezt, hogyha megnézzük, akkor némiképp eltér az előző példáktól. SSA, vagyis Szejegyinyonni és Státi Ameriki. Tehát Egyesült Amerikai Államok. Az a rövidítés, amit mi a mindennapokban USA-ként látunk, azt az orosz nyelvben, hogyha orosz szöveget nézünk, akkor az SSA rövidítéssel fogjuk illetni. Привет, меня зовут Джон. Я из США. Nagyon fontos, hogyha egy ilyen mozaik szóval találkozunk, akkor azt nem ragozzuk, egyszerűen csak így hagyjuk. Tehát ezek lesznek a legegyszerűbbek, ezen nem kell gondolkodnunk. John is SSA, vagyis John az USA-ból jött. Ahhoz, hogy erre példákat lássatok, javaslom, hogy nézzétek meg a YouTube-on a Ruszki jelzők Szeszmi Sárikami sorozat 14. leckéjét, aminek a címe Откуда ты? Itt fogtok találkozni azzal, hogy hogyan nevezik meg az országokat, hogyan használják birtokos esetben az íz előjáró szóval, illetve még a nemzetiségek is szóba kerülnek, mint ahogy most nálunk is. Nemzetiség, vagyis nacionalnost. Amit tudnunk kell arról, hogy a nemzetiséget, azt alapvetően magából az ország névből képezzük. Nem olyan egyszerű a dolog, ugyanis háromfélét tudunk képezni, tudjuk képezni a hímnemű változatát, a nőnemű változatát, illetve azt, hogyha magáról a népről beszélünk, ez pedig egy többes számú változat lesz. De nézzük meg, hogy alapvetően hogyan kell ezt elképzelni, mi a szabály erre. Hogyha képezzük a nemzetiséget, és hímnemű
főnévről beszélünk, tehát alapvetően a férfiakról, ugye itt nem kell tárgyakban gondolkozni, mindenki élőlény lesz, hogyha arról beszélünk, hogy ukrán vagy japán, mint ahogy ezt a példa is mutatja, akkor a következőképpen tesszük meg. Fogjuk az ország nevét, Ukrajina, és lecsípjük a végét. Itt ugye az át. Marad az ukrajin. És hogy hogyan lesz belőle ukrán férfi ember, az úgy lesz, hogy a megmaradt szótövünkhez hozzácsapjuk a jec képzőt. Vagyis Ukrajina, Ukrajna, ebből lesz ukrajinec, vagyis egy ukrán férfi. Ugyanaz a helyzet, hogyha megnézzük Japánt, Japónia, vagyis lecsípjük a végét, ez esetben az iát, és hozzátesszük a jec képzőt, így fogunk Japóniából japónjecet kapni. Hogyha nőkről beszélünk, akkor a jec képző helyett a ka képzőt fogjuk használni. Hogyha például egy kanadai nőről beszélünk, Kanada, ez maga az ország. Levágjuk a végét, Kanád, a szótövünk, és hozzátesszük a K képzőt, vagyis Kanádka lesz. Az, hogyha egy kanadai nőről beszélünk. A következő példánk, Svédcária, akárcsak a japán példánál, Japónia, itt is ilyen végződésünk van, ezt levágjuk, marad Svicár, és ezután rakjuk a K végződést, Svicárka. Hogyha pedig az egész népről beszélünk, akkor a több egy számú alakot fogjuk képezni, viszont ugyanazon a logika mentén, mint az előbb a hímnem, illetve a nőnemű főneveket, Ispánia, vagyis Spanyolország, ilyen végződést levesszük, és a ci képzőt tesszük oda, Ispánci. Ugyanígy Gallandia, Gallanci, vagyis spanyolok és hollandok. Vannak olyan esetek, amikor ezt a képzőt, ezt a végződést nem tudjuk olyan egyszerűen oda tenni magához, az ország nevéhez, hogyha lecsíptük a végét a szótőhöz. Ilyenkor jönnek olyan képzők segítségül, mint például az ikratkaja, vagyis je, az an vagy a ján. Az utolsót, ezt a ján-t, ezt szinte mindig a legtöbb esetben a nőknél fogjátok tapasztalni, de nézzünk egy pár példát, hogy mikor használjuk ezeket. Amerika. Amerikányec, amerikánka, amerikánci, vagyis Amerika. Amerikai férfi, amerikai nő és az amerikaiak. Mexika. Mexikányec, mexikánka, mexikánci. Tehát Mexikó, mexikói férfi, mexikói nő és a mexikóiak. Itália. Italiányec, italiánka, italiánci. Olaszországról beszéltünk. Karéja. Karéjec, karéjánka, karéjci. Vagyis Korea. És végül Kitáj, ezzel már az előbb találkoztunk, Kína, Kitáj, Kitájec, Kitájánka, Kitájci. Vannak olyan esetek, amikor viszont az alapgondolat, hogy az ország nevéből képezzük magát a nemzetiséget, ez elvész. Ilyen például a Germánia. Ugyanis ez azt jelenti Németország. Ha viszont német férfiről, nőről, vagy németekről beszélünk, mint nemzetiségről, akkor ezek így fognak hangozni. Niemec, Niemka, i Niemci. Ebből azért nincs olyan sok,
Úgyhogy egyelőre elég, hogyha ezt megtanuljátok. Mint mindenhol, itt is vannak kivételek, amik sem az első verzióba, sem a másodikba nem fognak beleesni. Ilyen például, hogyha az oroszokról beszélünk, az angolokról, a franciákról, vagy a finnekről. Rasszia, vagyis Oroszország esetében még arra is kell figyelnünk, hogy mikor beszélünk az állampolgárságról, vagy mikor beszélünk a nemzetiségről. Az első esetben fogjátok látni, tehát az első példánál látjátok azt, hogyha magáról, az állampolgárságról beszélünk. Ebben az esetben Rasszia, vagyis Oroszország. Rasszijányin, Rasszijánka és Rasszijányi lesz. Vagyis orosz állampolgár férfi, orosz állampolgár nő és az orosz állampolgárok. A második esetben beszélünk arról, hogyha valakinek a nemzetisége az orosz, vagyis Rasszia, az országnév Ruszki, az orosz férfi, Ruszkaja, az orosz nő, és Ruszkia pedig maga a népcsoport. Anglia, Angličanin, Angličanka, Angličanie, vagyis Anglia, angol férfi, angol nő és angolok. Francia, Francúz, Francuzienka, Francúzi. I Finlandia, Finn, Finka, i Finni. Van egy jó hírem, azt, hogy valaki magyar nem fogjátok elfelejteni, ugyanis ez is a kivételek közé tartozik. Vengria esetében Vengr, hogyha egy magyar férfiról beszélünk, Vengérka, hogyha egy magyar nőről, és Vengri, hogyha magáról, a népről. Ezt jól jegyezzétek meg. Ez mindennek a kivétele, ilyenek vagyunk mi magyarok. Vengri. Спасибо за внимание. До свидания.